Komáromi Anettel és Tarsai Krisztinával, a Jókai Színház művészeivel beszélgetünk arról, hogy mit láthatnak ma a gyulai diákok itt a Gyulai Könyvtárban. Hát ez egy érzékenyítő óra lesz, ami igazából mindenkinek szól, gyerekeknek, felnőtteknek. Siketek is nagyot hallók, fognak olyan kis helyzetgyakorlatokat, élettörténeteket előadni, amiből megláthatjuk és megtapasztalhatjuk azt, hogy ők a hétköznapjaikban milyen problémákba ütköznek, és azt gondolom, hogy ezáltal közelebb tudjuk hozni a gyerekekhez, felnőttekhez, meg hát mindenkihez, aki mondjuk ilyen problémával nem küzd, vagy nincs a környezetében hasonló személy. Az azt gondolom, hogy egy kis képet kap róluk, mert lesz vele ezek után beszélgetés is, meg közbe beszélgetés, és akkor talán másképp állunk a dolgokhoz, meg talán eszünkbe jut az, hogy ha nem válaszolnak nekünk rögtön egy kérdésre, akkor lehet, hogy nem is az a probléma, hogy levegőnek néznek, hanem mondjuk ilyen problémával küzd éppen az az ember. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen jó, és minél hamarabb találkozik az ember egy ilyen helyzettel, annál természetesebben fogadja el, hogy van más és másság. Ti a jelnyelvet megtanultátok, vagy ez nem olyan fontos ahhoz, hogy rendezzetek egy ilyen darabot? Én megtanultam egy középfokú szinten, de ezt mindig gyakorolni kell, mert ez egy élő nyelv, és ha nem gyakorolod, vagy ugyanúgy, mint a nyelveket, hogyha nem gyakorolod, akkor azért ezt el lehet felejteni. Nekem is van most mit újból gyakorolni, de természetesen jelnyelvi tolmáccsal dolgozik a Kriszta, akit mindig fel szoktam kérni, hogy rendezzem, mert nagyon jól áll a dolgokhoz, és nagyon tudja a barátainkat egyébként kezelni. Mert hozzáteszem, hogy ezek már barátságok, tehát ezek beszélgetéssel indultak, ugye, hogy a színházban mindig jönnek a mindenféle egyesülettől, meg a mássággal élőknek van a nyilvános próbára a jegye, vagy bérletük, és akkor ezekből a kis találkozásokból, beszélgetésekből lett egy felkérés, hogy ők színjelző szakkört szeretnének csinálni. És akkor kitaláltuk, hogy a Hallók itt vagyunk programsorozatot, és most ennek az egyik része, hogy kaptunk felkérés az érzékenyítésre, vagy hát bemutatni tényleg a mindennapokat, hogy most itt vagyunk. Anett, a Gyulai Hírlap olvasóinak, nézőinek meg tudnál tanítani egy nagyon egyszerű jelet, amit viszonylag könnyű? Hát mindegyiket meg lehet, de most azért nem akarom így ellopni, mert úgyis most bejössz, és a közönség látni fogja, hogy élnek, mert pontosan kitaláltuk azt a kis bevezetőnket, ami én azt mondom, hogy egy kicsit úgy vicces, hogy az egyik drága barátunk, az Oli fogja bemutatni, hogy nem szólal meg először, mert elkezd jelenni, és megnézzük a reakciókat a gyerekeknél, hogy akkor hogy is reagálják. És az igaz, hogy a Nagyot Hallók darabjánál másképp kell tapsolni? Igen, hát a taps az nagyon érdekes, ugye ők már nem hallanak, hogy a vége, a taps az mindig ez. És ez azért jó, mert mi látjuk mindig a színpadon, amikor meghívjuk őket, és mondjuk benne szerepelünk egy darab a Békés Csabán, akkor képzeld el, hogy mindig az, hogy látjuk, hogy hol ülnek, mert a végén ők mindig így tapsolnak. És most ha megmerjük mi is tenni egyébként a színpadon, amikor taps van, hogy mi is akkor megköszönjük, és akkor tudod, akkor az is megvan.